A művészetek és a mesterséges intelligencia, valamint a régészetben alkalmazott modern technika találkozása volt a téma a Victoria Pódium kettcsináló Kulturmix hagyományos találkozójának. Szarvas József az alapítvány elnökének meghívására, Cserta Balázs jazz szaxofon, népi fúvós előadó művész és tanár bemutatójával avatta be a közönséget a fúvós hangszerek világába. Meglepett a felkérés, nagyon szólóban nem szoktam elmenni muzsikálni, de természetesen a Jóska bácsi, nekem már csak Jóska bácsi a családi kapcsolat révén. Nagyon szívesen elfogadtam a felkérést, hiszen azt hiszem, hogy ez a nemes cél, ez mindent felülír. És igazából most megpróbálom bemutatni azt a fajta sokszínűséget, amit én a zenéléseim során megmutatok. Úgyhogy mindenféle hangszert hoztam, és ezeket fogom bemutatni különböző összeállítások kapcsán. A folytatásban kivételes ízig-vérig 21. századi témáról tartott előadással jelentkezett Belegra Jorsoly, a festő, alkalmazott grafikus, amelyben a művészetek és a mesterséges intelligencia találkozási pontjait elemezte. A kiállító térben természetesen a művész munkáit is megcsodálhatta a közönség. Egyre több helyen jelennek meg mesterséges intelligencia által generált tartalmak. És jó, hogyha az ember tudja, hogy mire számíthat, amikor ezekkel találkozik, hogy miről ismerheti fel őket, hogy vajon veszélyt jelent-e ez a művészetre, hogy a művészekre, hogy a gép tudja-e reprodukálni azt, amit az ember több tíz év alatt sajátított el, belerakja a szívét és a lelkét. Az esten Belegrai Tamás régész muzeológus előadásában szintén a 21. századba kalauzolt el az érdeklődőket, hogy miként és hogyan segítik a modern technikák a régészek munkáját. A jótékonysági esten a mozgássérültek Victoria Rehabilitációs Alapítványt támogathatják a résztvevők.